Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Képviselőtestületi ülés, lemondott képviselői mandátumáról Fekete János. Mintaprojekt, okos parkolás Szentendrén. MH Altiszti Akadémia, újra szolgálatban a Riói Olimpikon. Lemondott képviselői mandátumáról Fekete János, aki már több éve volt a Szentendrei Képviselőtestület tagja. A társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselője azzal indokolta döntését, hogy egyéb elfoglaltságaival nem tudja összeegyeztetni a képviselői munkát. A mai nappal lemondott képviselői mandátumomról. Ez azzal magyarázható, hogy a civil munkám és a képviselői munkám nem összeegyeztethető. Időben természetesen nem egyéb más legendáriákat nem szeretnék gyártani. Én úgy gondolom, hogy egy képviselői munkához felkészültség kell, odaadás, felelősség mind a város, mind pedig a városlakók irányában. Nem szeretnék egy olyan gombnyomkodó lenni, aki ezt nem tudja produkálni, úgyhogy ezért úgy döntöttem, hogy lemondok a képviselői mandátumra. Köszönöm szépen az eddigi munkát. A polgármester sajnálattal vette tudomásul Fekete János döntését. Szó esett még arról is az ülésen, hogy az 1+1 program keretében idén eddig a Barackos úti köz 111-es bejáró, a Mókus, a Deli Antal, a Korona, a Zöld utca és a Stéger köz nyert el önkormányzati támogatást, melynek eredményeképpen 937 folyóméter útvonal újult meg, 20,8 millió forint összért. 10,4 millió forint önkormányzati hozzájárulással. Ezúttal három újabb utcának, a Mókus, Deli Antal, Barackos úti köz szavazott meg a testület összesen 3,5 millió forint támogatást. Egyúttal döntött arról is, hogy a pályázati időszakot meghosszabbítja a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-éig. A testületi ülés végén Fülöp Zsolt képviselő hozzászólásában kifogásolta azt a módot, ahogy a város elfoglalta az izbégi sportpályát. Ugye mindenki kapott a postaládájába egy több oldalas levelet. Engem ebből a levélben az döbbentett meg igazából, hogy az önkormányzat nem várta meg a jogi procedúra végét, hanem hát kvázi hatalmulag birtokon belülre került. Most nem az a kérdés, hogy az önkormányzat jogosan vagy a saját birtokába bement, hanem az a kérdés, hogy a jogi procedúrát végig kellett volna várni. Hát szerintem, ha egy önkormányzat ilyet csinál, hogy ugye a jogerős végzés ellenére is kipakolta az egész egyesületnek a mindenféle ingóságait, és ezzel igencsak kellemetlen helyzetbe hozta a sportolni váló gyerekeket, a focizó gyerekeket, mert hiányzik a mez, hiányzik a sportszár, hiányzik a focikapu, a kis focikapu, hiányzik a kis edzéshez szükséges kiegészítők, hiányoznak ugye, amit ott volt, a kupák, minden egyéb ilyen felszerelés. Én úgy gondolom, hogy talán ezt jó lenne minél hamarabb visszaszolgáltatni ennek az egyesületnek, és ezt minél hamarabb meg kellene tenni. Tehát összességében tudomásul veszem, hogy az önkormányzat többsége úgy gondolja, hogy más hasznosítással akarják ezt a pályát üzemeltetni. Tudomásul veszem, hogy másnak akarják odaadni. De a jogi utat, azt nem lehet átugrálni. Legalábbis az önkormányzatnak legalábbis szerintem tartania kell magát ehhez. Akkor is, hogyha türelmetlenek vagyunk, vagy fárasztó, végig kell menni ezen az úton, és őrzővédő céggel belülre kerülni, hát én ezt nagyon szomorúan olvastam. A képviselő hozzászólására a polgármester válaszolt. Én rendkívül zavarónak tartom azt, hogy egy ügy mennyire hiteltelen és mennyire rossz hiszemű.
az nem számít abból a szempontból, hogy a TESZ mögé áll, vagy nem áll mögé. Hogyha valahol egy elégedetlenséget érez a városvezetéssel szemben, akkor gondolkodás nélkül odáll amellé az ügy mellé. Én ezt érzem ki ebből a hozzászólásból. Borzasztónak tartom, meg kell, hogy mondjam. Az önkormányzat teljesen jogszerűen járt el. A SZEFI Egyesület rossz hiszeműen szerződés nélkül használta azt a bérleményt, amiről a testület döntött úgy, hogy megszünteti a bérleti szerződést. Nem hosszabbítja meg, tehát ez lejárt, nem adta át az ingatlant. A tulajdonosnak van joga arra, hogy birtokon belülre kerüljön, ehhez nem kell megvárni a bírósági végzést, jól lehet, az segítheti ezt a procedúrát, de nem szükséges megvárnia, tehát amit mondtál, hogy nem tartottuk be a jogot, ez nem igaz, mert betartottuk. Minden lépésben az, hogy az Egyesület nem tudja, hogy hol vannak a mezek meg a focilabdák, az meg egy vicc, az egy komplett vicc. Megírtuk mindenkinek, hogy jogos tulajdonáért jelentkezhet, amikor hát ugye többszöri felszólítás ellenére nem vitte el onnan. Egyszerűen elképesztőnek tartom, Zsolt, hogy emögé az ügy mellé képes vagy odaállni, tényleg nem találok erre szavakat. Magyar Judit kérésére az aljegyző vázolta fel az izbégi sportpálya körül kialakult helyzetet. Ez egy nagyon nehéz dolog volt. Többször személyesen próbáltuk átvenni a pályát. Azt kell tudni a szerződésről, ezt szerintem nagyon kevesen teszik szóvá, hogy ez nem volt egy kizárólagos használat, ehhez képest ugye gyakorlatilag az évek során azzá vált azzal, hogy úgy valahogy a többiek nem mertek oda menni már egy idő után. Mi többször megpróbáltunk a lejárat előtti napon, tehát gyakorlatilag akkor, amikor én azt gondolom utolsó nap voltak ott jogszerűen akkor átvenni, utána még két alkalommal próbáltuk átvenni a pályát úgy, hogy előzetesen bejelentettük, oda mentünk, megkértük őket, hogy akkor szíveskedjenek átadni. Ez nem történt meg, és akkor ezt követően természetesen megfelelő bírósági beadványokat készítettünk. A bíróság olyan indokkal utasította el, ami nyilvánvaló műhiba, tehát ezzel kapcsolatban nyilván fellebbezést nyújtottuk be, tehát igazából ez egy nem peres beadvány volt, amit peres beadványként iktattak, és ennek megfelelően szerették volna, hogyha elektronikus úton nyújtjuk be. Ezt mi megfellebbeztük, tehát nyilván ennek tart a folyamata, nyilván ennek az időbenisége az abszolút elhúzódó. Jön a szezon, szeretnének nyilván azok a sportszervezetek, akik ugye lehetőséget kaptak az új időszakban azon a pályán működni, toborozni gyerekeket. Nyilván ez a legkurensebb időszak értelemszerűen az ősz eleje. Az, hogy itt ugye nem történt meg az átadás átvétel, ez valószínűleg ennek is köszönhető, hogy még próbálták ott ezt az időt kibekkölni. Aztán valóban volt egy olyan nap, amikor megtörtént ez az átadás átvétel. Hangsúlyozom, nem kizárólagos használata volt nekik ezen a pályán, tehát nekik a nap bizonyos időszakában lett volna használati joga, ehhez képest ők gyakorlatilag mindenki mást számára egy idő után már ténylegesen nem igazán volt olyan, aki oda ment volna. Gondolom meg volt ennek az oka. És gyakorlatilag oda mentünk ellenőrzött módon, tehát a megfelelő felvétel készítése mellett onnan elvittük azokat a dolgokat, amik ott voltak, és gyakorlatilag üres épületet adtunk át a Szentenevársi Sportegyesületnek, elkezdtük a területnek a kaszálását, megrendeltük a VSZ-től, mert a területen hát szerintem egy olyan 30-40 centis gaz volt, tehát az a sportolásra szerintem hónapok óta nem volt már alkalmas. Szerdán egy közleményt jelentetett meg az önkormányzat az izbégi sporttelepen talált vagyontárgyakról. Az önkormányzat augusztus 24-én tulajdonosként visszavette az izbégi sporttelep ingatlan birtokát a SZEFI Labdarúgó Sportegyesülettől, és azt átadta a Szentendre Városi Sportegyesület részére annak érdekében, hogy a többi sportszervezettel és az oktatási intézményekkel együttműködve magas színvonalon, szélesebb körben lehessen kiszolgálni a sportolási igényeket.
Az ingatlan átvétele során olyan sporteszközök kerültek elő az öltöző épületéből, amelyek tulajdonosa ismeretlen. Figyelemmel arra, hogy korábban a Szefi Labdarúgó Sportegyesület volt az ingatlan birtokában, írásban kérte az önkormányzat a Szefi Labdarúgó Sportegyesületet, jelezzék, hogy mikor tudják a tárgyakat elszállítani. Erre válasz a mai napig nem érkezett, áll a közleményben. Okos parkolót avattak Szentendrén a Bolgár utcánál hétfőn délelőtt. A Minta projekthez az országban elsőként városunk csatlakozott, ahol az egyedülálló rendszert már használják az autósok. Szentendre népszerű a turisták körében az év minden szakaszában, és a környező településekről is sokan jönnek ügyüket intézni a városba, így a parkolás nem minden esetben könnyű feladat. A most átadott okos parkoló lehetőséget biztosít az alkalmazást használóknak, hogy előre informálódjanak a parkoló helyekről, annak érdekében, hogy csökkenjen a szabad helyeket hosszan keresők, a forgalmat fölöslegesen növelő autósok száma. Az okos parkolási zóna Magyarországon egyedül Szentendrén elérhető, a Minta projekt ünnepi átadóján a ZTL Magyarország Kft. Ügyvezetője mondott beszédet. Három hónapos készülés és próbaüzemeltetés után a Pest megye közgyűlés elnöke, a Szabó István elnök úr, Szentendre önkormányzata, a ZTL Magyar RT, a Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetsége, valamint a Magyar Plastroad Kft. 共同合作承建的圣安德烈市智慧城市 室外智能停车项目顺利完成调试。 És az együttes támogatásával sikeresen létrejött a Smart City szabadtéri Smart parkolója Szentendrén. 并于今天正式与圣安德烈市市政府进行交接。 És ezennel hivatalosan átadjuk Szentendre önkormányzatának. 非常感谢各合作方在试运行阶段给予的大力帮助和支持。 Még egyszer köszönöm partnereinknek a próbaüzemeltetés alatt nyújtott támogatásukat és segítségüket. 特别是市政府的相关人员以及匈牙利中国新投资协会的胡碧峰先生。 Főnként ugye Szentendre önkormányzatának és a dolgozóinak, valamint Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetségének elnökének, Hu Bifeng elnök úrnak. 保证了项目的顺利运行。 Hiszen nekik köszönhető nagyban ugye hozzájárultak a projekt sikeres kivitelezéséhez. A rendszer a parkolóhelyek aszfaltjába süllyesztett 66 érzékelőből áll, amelyek rádiós úton továbbítják a parkolás tényét jelző üzeneteiket a jeleket összegyűjtő állomások felé, s azonkon keresztül a feldolgozást végző központi alkalmazás felé, amely a felhasználókhoz juttatja el az információt. Ellátja adattal az út szélén lévő kijelzőt, amely a szabad parkolóhelyeket jelzi, s ha telítettséget jelez, az autó soknak még módjában áll alternatív parkolókat választani. Ezen túlmenően biztosítja az adatokat a Google Play áruházból díjmentesen letölthető alkalmazás számára, amíg szabad parkolóhelyekről. Amikor a ZTE munkatársai és a Pest megyei önkormányzat megkeresett minket azzal, hogy egy pilot projektben részt vennénk a Smart City fejlesztések területén, nagy örömmel mondtunk igent erre a felkérésre. 当佩斯州州长与咱们中信通讯公司找到我们的时候，提过这个就说智能停车场的这个建议，我们当时非常高兴。 Kezdetektől fogva biztos voltam abban, hogy Szentendre számára egy nagyon fontos és hasznos fejlesztésnek lehetünk majd résztvevői, hiszen a parkolás itt a belvárosban különösen egy nagyon kritikus probléma, ennek a megoldása egy nagyon fontos kérdés. 我个人从始至终非常坚信，就说咱们这个智能停车场会带来更多的方便，给我们的居民带来更多的，就说提高一下他们的生活水平。因为在山丹山丹丹这个城市里，停车是一个非常大的问题。 Amikor a kollégák azt mondták, hogy egy olyan területet keresünk, ahol 50 és 100 közötti parkolóhely helyezkedik el, ennek a okosítása, az intelligens vezérlése lesz a megoldandó feladat. Egyből a Duna Korzó jutott eszembe,
ami az itteniek, az itt élők és a turisták szempontjából is legfrekventáltabb hely, és ahol legnagyobb szükség van erre a fejlesztésre. Tudni kell azt, hogy Szentendrét, mint a művészetek városát tartják számon, ugyanakkor Szentendre a vezető technológiai megoldások alkalmazásában is élen jár. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az országban elsőként valósult meg Szentendrén egy mobil árvízvédelmi fal 333 méter hosszúságban, ezzel is hozzájárulva a város és a Duna kapcsolatának szépségéhez. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az ETE segítségével szintén az országban elsőként valósulhatott meg ez az intelligens parkolási rendszer Szentendrén. Úgy gondolom, hogy ez, amit itt most látunk, ez egy kezdet, és nagyon nagy potenciál van ebben a város számára, úgy ennek a rendszernek a kiterjesztésében, mint további smart city megoldásoknak az alkalmazásában, az életminőség, a komfortfokozat és a hatékonyság is jelentősen növelhető. Az eseményen a rendszer fontosságáról beszélt még a projekt megvalósítását végző cég alelnöke, majd leleplezte a parkolóhelyek számát jelző berendezést Szentendre város polgármestere és a vállalat ügyvezetője. Szolgálatba állt ismét az MH Altiszti Akadémián a Riói Olimpián párbajtőr csapatban bronzérmet szerző főhadnagy Rédli András. Nagy küzdelmet vívott a Riói Olimpián a magyar párbajtőr válogatott Dél-Korea csapatával, akik ellen elsöprő győzelmet arattak, így megszerezve a bronzérmet az olimpiai játékokon. A magyar csapat tagja az MH Altiszti Akadémia főhadnagya Rédli András, aki az élményei mellett a felkészülésről is mesélt. Ezt úgy kell nézni, hogy 4 éves felkészülés, de esetünkben ez a felkészülés 8-nak mondható, tehát 8 év, hiszen 2012-ben a rotáció miatt a férfi párbajtőr csapat nem indult Londonban. Éremesélyes csapatként voltunk apostrofálva akkor is, hiszen vezettük a világranglistát, és akkor rendeztek egy csapat VB-t az itthon maradó csapatoknak, amin bronzérmesek lettünk Kijevben, úgyhogy ez arra jogosított volna föl minket, hogy talán az olimpián is esélyesek vagy éremesélyesek lettünk volna, de szerencsére ez megadatott nekünk Rióba, és nagyon boldogok voltunk ezzel a bronzéremmel. Szóval 4 éves ciklust kezdtünk el, minek a finisébe érkezve Tatán, illetve Magyarországon zártuk a fölkészülést, tehát voltunk Hódmezővásárhelyen, voltunk Mátraházán, illetve Tatán több hetet is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó sikerült a felkészülés, tehát nyilván ez volt a kulcsa annak, hogy eredményesen zárjuk az olimpiát, illetve az is, hogy olyan dolgokhoz nyúltunk, amikhez a múltban nem mondok egy példát, videóztunk, kivideóztuk kompletten a koreai csapatot, ami azt gondolom, hogy látszott is a páston, hiszen tudatos akciókat hajtottunk végre, tudatos tusokat adtunk, és én úgy gondolom, hogy mindig az első lépcső a legnehezebb, és így a korea legyőzése volt kulcsfontosságú, úgy gondolom, hogy egy jó fölkészülés sikerült zárnunk. A Riói stadionban egy összeszokott magyar csapat lépett a pástra, akik megnehezítették ellenfeleik dolgát, legyen szó a franciákról vagy a dél-koreaiakról. Imre Géza, Rédli András, Bockó Gábor és Csonfai Péter jól kiegészítette egymást ez alkalommal is, hiszen az évek alatt összeszokott csapattagjai egymás rezdülését is ismerik már. Egyéniben ugye bele is törött a bicskám a francia Borelbe, aki friss Európa-bajnokként jött az olimpiára, és ezt a magabiztosságot és ott is lehetett érezni a páston. Tulajdonképpen bármihez nyúltam, nem sikerült, neki minden akciója jól jött össze. Hát, hogyha például ki akartam védeni, átszúrta a védésemet, ha cselt akartam szúrni, akkor pont közbe támadott, tehát nagyon jó jött. Azt gondolom, hogy a jobb versenyző jutott ott tovább. Így aztán volt erőm a csapattal foglalkozni, és még plusz motivációt is jelentett az, hogy az egyéni az nem sikerült, mert nyilván éremért mentem egyéniben is. De a legnehezebb meccs az mégiscsak a Korea volt, hiszen egyrészt a friss olimpiai bajnok ott fűvott, másrészt pedig a fejező emberük, a Jung, Londonban egyéni bronzérmes volt, és a stílusuk az egyszerűen elképesztő egyébként, tehát főleg nekem, aki egy magas vívó és egy kicsi gyors emberek beszaladgálnak alá, az rettenetes érzés egyébként, és hát mentálisan is, tehát hogy 4 közé vagy beüt az ember, és 2-szer vív az éremért, vagy pedig nem, ez nagyon nehéz volt elviselni, és úgy gondolom, hogy mi voltunk a harcosabb és akaratosabb csapat, aki rá tudta erőltetni az akaratát az ellenfelére, és nagy csatában ugyan, de hál' Istennek sikerült megverni Koreát, és ezzel az álmunk vált valóra, hogy 2-szer vívhatunk az éremért. Tudtuk, hogy a franciák, az nagyon nehéz lesz, nem véletlenül vezetik a
a világranglistát, és nyerték meg a elmúlt olimpiákat is. És hát sajnos nekünk se sikerült őket megállítani. Egyrészt azt gondolom, hogy a Borrell vezére volt a csapatnak, és húzta őket, plusz 10 valamennyit jött ellenünk. A másik pedig az, hogy azért a francia csapat is ugyanebben az összeállításban, hogy hosszú évek óta. És hát ez a 45-40-es vereségünk, ez azt gondolom, hogy egyébként a realitás, tehát ennyivel jobb a francia csapat. Ugyanakkor mi föl tudtunk állni ebből a helyzetből, és a bronzmérkőzést úgy gondolom, hogy végül is magabiztosan végigvezetve a világbajnok címvédő ukrán csapatot magabiztosan vertük meg. Úgy gondolom, hogy sokat köszönhetek a katonaságnak, és végre én is ezeket az eredményeket tudom hozni, és ők is úgy gondolom, hogy büszkék rám, és ezt érzem is, és látom az őszinte szemekben, amikor egy-egy katonatársam vagy felettesem gratulál, ezek nagyon jó érzések. Én ugye a 2014. február 3-án vonultam be ide az Altiszti Akadémiára, és végigcsináltam a 14 hetes alapkiképzést. Na most ez alatt a 14 hét alatt 3 világkupa döntőt sikerült csinálnom, majd utána júniusban ennek a hullámán lovagolva végül is megnyertem az Európa-bajnokságot Strasbourgba egyéniben. Tehát én úgy gondolom, hogy ha csak a statisztikát nézzük, akkor ez volt minden idők legeredményesebb évem, tehát ez a 2014-es esztendő. Most pedig ugye nyilván azért segítenek nekem abban, hogy én edzésekre, edzőtáborba, versenyekre vezényléssel el tudok menni, tehát kvázi nem kell ilyen komoly szolgálatot teljesítenem itt az Altiszti Akadémián. Nyilván ez erre szükség van ahhoz, hogy ilyen szinten tudjam ezt a sportot művelni. Nyilván, hogyha a karrierem majd a végéhez közeledik, bár ennek még szerintem egy 5-6 év mindenképpen kell, akkor természetesen beállok én is a sorba, és bízom benne, hogy akkor is itt tudok szolgálatot teljesíteni szerintem. Bár az olimpiának vége, az emlékek megmaradnak, számos rendezvény, felkérés van, ahol szélesebb körben megismerhetik a résztvevők első kézből az élményeket, de a következő világversenyre is a héten elkezdődik a felkészülés, amikor Mátraházán edzőtáborozik majd a magyar válogatott. A Szentendre maadását tettek, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan 7 embere című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!